Na, üdv emberek! Ha az embernek nem lenne esetleg elég gondja, akkor, akkor lesz, akkor jön egyébként. Úgyhogy uh, most ismét itt tartunk, van gond, ismét jött a probléma. Hát uh, most annyira azért nem feltétlen pont olyan gond, ami uh, megoldhatatlan lenne, de azért csak egy kicsi ugye, műszaki vizsga autónál. Hát, akkor azt hiszi az ember, hogy egy több patika autója van, akkor ez azért kicsit csalódás, amikor közlük, hogy hát ez is szar, az is szar, ez se jó, az se jó, ezt is csinálni kell, azt is csinálni kell, ezt akkor jó van, <laughs> vidám pillanat. Ezt akkor persze az ember megkérdezi, hogy és ez így mibe fájna, hogyan, aztán hát gyakorlatilag ilyen kis kalkulációt követően úgy indul, hogy száz. ki kikerekedik az ember szem, hogy mi van? hát igen, van ilyen mutatvány. Persze természetesen ezt egyébként azért lehet olcsósítani, tehát ugye ez a száz, ez arra vonatkozik, hogyha a szervizbe oldják meg a műtétet tulajdonképpen. Ugye ott azért van munkadé és a többi, tehát, ja hát összességében mondjuk lefelezem, és akkor az anyagköltségbe körülbelül megvan a mutatvány. Aztán, hogy mik a problémák? Hát a két hátsó lengés csillapító állítólag nem jó. Hát én mondjuk nem észleltem különben, tehát szerintem lengés csillapít, de jó, hát oké. Okay. Akkor van a jobb oldali talpas, Igazából az állítólag lók. Nem vettem észre, hogy lógnak. Ezt nem is nagyon értem egyébként, hogy ezt most miből állapították meg, hogy az lóg. És uh, mi van még? Ja igen, a két hátsó fék. Uh, hát igazából abba a fékpofa cserekel. Nagyon egyébként nem tudom mitől kopott el, mert ugye azzal nem fékezünk szerintem, de jó. Ugye azt alapvetően kézipék, tehát jó, de hát ezt a lehet, hogy ezzel amúgy fékezünk, és csak én nem tudok róla. Hát nem baj, az első, hogy is nem olyan régen cseréltem, akkor most jöhet a hátsó is. Na. Ezt a mutatvány ugye a következő képen működik, alkatrész megrendel, alkatrész megjön, aztán még műszaki vizsga előtt ezt így egy jó nagy lend lettem meg is kéne oldani. De most hát az autónak azon részét kéne most széljelszedni, amit eddig azért annyira nem berheltem. Sem én, sem más. Tehát 13 éves különböző rögzítési ö, pontok, meg egyebek vannak, hát remélem nem beruhadva. Úgyhogy ha van egy kis mákom, akkor gyakorlatilag könnyedén tudom bontani a csavarokat. Úgyhogy... Meg hát persze, ö, természetesen csavarlazító, mert az kell. Ugye, ja, ha van egy kis mákom, könnyedén bontom a csavarokat, aztán szépen cserélem a legészsélapítót, szétszerelem a féket, kicserélem a fékpofát, aztán. Ja, kb. ennyi. Ö, ja, az első fék egyébként meg az megüt. Tehát ez, de mondjuk az érezhető egyébként, hogy ez üt. Ö, csak hát nem tudom, azt hiszi az ember, hogy egyébként ez ilyen üzemszerű. Nem, nem az. Nem üzemszerű. Tehát amikor úgy, úgy fékez, az ember, hogy ráteszed a lábadat a, a pedálra, és így így elkezdesz lassan fékezni, akkor érzed, hogy így így pumpál egy kicsikét a, a fék, pedál gyakorlatilag, tehát úgymond visszapumpál a féknél, akkor a fékezést ér, akkor ugye ez annak a jele, hogy valami ütésváltás van ott a féktárcsa környékén. Ez nem tudom még micsoda különben, tehát most legutóbb ugye, amikor a, a fékpofa a az autónak azon részét, vagy az első részét, hát én ezt nem vettem észre, hogy ott most nem tudom, hogy lenne valami ütés, vagy bármi, de hát ugye nyilván ez menet közben teljesen másképp dobja magát, úgyhogy lehet, hogy ott lesz egy féktárcsa csere, vagy egy féktárcsa felszabályozás, vagy egy bármi, akármi, nem tudom. Az majd az utolsó művelet lesz. Hát aztán úgy kb. nagyjából, nagyjából így vagyunk. Úgyhogy, ja, hát az alkatrészek megrendelése után ez egy olyan laza 40-es lesz. Ez a mutatvány. Azt nem tudom, hogy mit fog még hozni a úgymond jövő. És persze minden mellé, tehát hogyha még meg is csinálom, Ugye ezt uh, például a, a összekötőnél lehető kell egy azért, vagy talpasnál, talpasa. Talpasnál lehető kell egy uh, kormány. Tehát kerékösszetartást, ugye beállítani. De hát mondjuk, hogyha a kerékösszetartást mondja, akkor miért kellett a, a miért kellett a tapasztelni? nagyon értem, de jó. Na, tehát kb. így tartunk, úgyhogy közeljövőben autószerelés lesz nagyjából.